betethome.com. Sportfogadások, kaszinó és póker. Fogadjon velünk! Játék az élet! Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Játék az élet, mondja a betethome.com, és mondjuk valamennyien szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Mésző Gézát. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Több szempontból is örülök, hogy eljöttél hozzánk. Hát egyrészt, mint a Vasas kiváló vezetőedzője, másrészt nagyszerű szakértője vagy például a BL meccseknek, ugye ezt láthattuk a képernyőkön. Azon kívül te játszottál Franciaországban. Így van, így van. Le Havre-ban 2 évet, és Lille-ben. Le Havre. Le Havre és Lille. És Lille, aki Lille is ugye volt bajnokok ligájában, úgyhogy ez egy nagyon klassz 4 év volt nekem, amiből nagyon sokat tanultam edzőként is. Hát én már nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Ahogy szoktuk, hogyha mondhatom ezt most már, hogy hagyományként, igyekeztem egy-két úgynevezett tuti meccset, ami számomra egy esélye, számodra nem biztos, itt mindjárt az elején összeírni. Ugye a BL vezeti most nálunk a listát, és mindjárt egy kis csemege, Arsenal Alkmaar, tehát a holland bajnokot fogadja Londonban az Arsenal, 1-20 a győzelmi odds. Ugye azt még elárulom, hogy az Arsenal nagyon látványos meccsen győzte le riválisát, mert Tottenham most nagyon jól szerepel Angliában 3-0-ra, és a Groningen ellen idegenbe győzött a nem első helyezett Alkmaar. Igen, még a francia évemhez tartozik, Arsène Wengerrel volt a kapcsolatom, még játszottam a Le Havre-ba meg a Lille-be, akkor a Monaco edzője volt, már akkor nagyon megkedveltem, és nagyszerű edzőnek példaképemnek tartom, úgyhogy ezt a mérkőzést nagyon-nagyon az Arsenalnak érzem, amellett, hogy valóban így van, hogy a Groningent meg tudta verni az Alkmaar, mégis úgy érzem, hogy az Arsenal begyűjti a 3 pontot. Egyébként vezeti is a csoportot, és idegenben, tehát Hollandiában is sokáig vezetett az Arsenal, aztán a végén valahogy egyenlített a holland bajnok. Hát, magyar érdekeltség a másik tuti, és sajnálom, hogy én tutinak vettem, örülnék, ha megcáfolnál, bár nem hiszem, hogy megteszed, Fiorentina Debrecen. Ugye a Fiorentina 3-1-re nyert most otthon a Catania ellen, a Debrecen meg most már azt kell, hogy mondani, zsinórban nem nyer itthon. Igen, biztos, hogy most nehéz helyzetbe kerültek a debreceniek. Szokatlan lehet számukra, mert ugye eddig ahhoz voltak hozzászokva, hogy jöttek a győzelmek. Itt a BL mérkőzésen nagyon kellett volna, hogy hazai pályán meglegyen legalább az X a Fiorentina ellen, és akkor más lenne a helyzet most. Persze az sem mindegy, hogy a szívünk mit diktál, és mit diktál a realitás, mert természetesen a Fiorentina ezt a mérkőzést megnyeri, amire nagyon nagy szansza van, akkor már tulajdonképpen megvan a továbbjutás neki, és tovább juthat. Mégis azért jó lenne, ha esetleg a Fiorentina ellen a Debrecen ott Firenzében tudna valamit, de a realitás lenne, de az azért... Hát egyes, és ez az 1-15-ös odds jelzi. Most egy Európa Liga mérkőzés következik, Werder Bremen, Ausztria Wien. A Bréma döntetlent játszott Nürnbergben, az Ausztria ismét kikapott 4-3-ra idegenben az osztrák bajnokságban, úgyhogy számomra ez is egyesélyes. Igen, épp ezért, mert a brémaiak ugye otthon azért nekik ezt be kell gyűjtni ezt a mérkőzést, és az Ausztria nem annyira erős most jelen pillanatban idegenben, úgyhogy én is úgy érzem, hogy ez azért... Ez lehet ismét egy hazai győzelem. Akkor eddig én nem nagyon tévedtem. Marseille mennyire áll közel a szívedhez? Nagyon közel, mert 93-ban az első idegenbeli mérkőzésemet a Le Havre színeiben, a Stade Vélodrome-ban játszottam. Vagy és ebből olyan játékosok ellen, akkor nyerték, ugye akkor lett az első BL kiírás, és megnyerték. Az volt a nagy Marseille, azt hiszem. Így van. Igen. És megnyerték a Münchenben, éppen a Milán ellen. A BL-t, és ugyanaz a csapat, hát most föl tudnám sorolni, de arra nincs idő, inkább beszéljünk a mérkőzésről. Kikaptatok csak annyit mondani. Egy-egy lett, úgyhogy az nagyon az nagy óriási eredmény volt. A Zürichet fogadják, BL meccs ez is, mindketten egy-egyet játszottak a bajnokin, a Toulouse és a Sion ellen. Mondjál viszont ugyan nyertek a Zürichben, és az a nagyon fontos 3 pont volt a marseilleknek, és még azért nyílt ez a továbbjutás ebben a csoportban, ugye itt a Real és a Milán van, ami most ugye Milánóban lesz a mérkőzés. Tudod képzelni, hogy akár a Marseille, akár a Zürich továbbjut, egy Milán van egy Real Madrid helyett? Hát a Zürichet nem, én megmondom őszintén, úgy érzem, hogy a Marseille-nak ezt be kell gyűrni, ezt a 3 pontot, és nagyon arra fogadnék, hogy a... 1-25 az odds, tehát ennek alapján is ugye... A marseilleknek megnyerik ezt a mérkőzést.
Hát én azt mondtam már itt többször, hogy csemege, de ennél nagyobb csemegét nem tudok elképzelni. Rubin Kazány, Barcelona. Hát igen, egy nagyon pikáns, ugye, Barcelonában világszenzáció. Ez nagyon világszenzáció. Rubin Kazány simán egy négyet adnak neki Ocba, tehát élet-halál meccse. Mind a kettő, két csapat 4-4 ponttal áll. Igen, az biztos, hogy ez nagyon érdekes, hogy az Inter ugye 3 ponttal áll ebben a csoportban, tehát itt még mind teljesen nyitott, és nagyon kell a pontszerzés a Barcelonának is, mert neki is bajba kerülhet de akár a további. Igen, de ennek ellenére azt érzem azért, hogy vissza akarnak nagyon majd vágni, egy presztízs mérkőzés lesz. Meg akarták nyerni, mégse sikerült. Igen. Természetesen. Igen. De én ennek ellenére azért azt érzem, hogy ez nagyon erős ez a Barcelona, és amikor kell, akkor oda fogja tenni magát. Nagyon nehéz, nem lehet itt feltétlenül itt Barcelona győzelmet fogadni, éppen az előbb említettek miatt, de azért nagyon úgy érzem, hogy egy nagyon pikáns mérkőzés lesz. Az Occok sem Barcelona győzelmet ígérnek, és az Occnál okosabbak, mint szoktuk mondani, nem nagyon lehetünk. Nem baj, ha még egy francia érdekességi csapat. Nagyon szeretem a francia. Bayern München Bordeaux. A Bayern Stuttgartban játszott 0-0-at, a Bordeaux pedig 1-0-ra nyert a Monaco ellen, 1-8 az Occ a Bayern győzelem esetén. Az egyik legpatinásabb klub Európában, és nagyon-nagyon kell neki ez a győzelem. A Bordeaux is azért nagyszerűen teljesít, és hát nagyon-nagyon Laurent Blanc nagyon összekapta ezt a csapatot. Úgyhogy itt tényleg, itt is nem is véletlen, itt is az Occ, hogy azért hogy milyen a Bayern. Inkább a Bayernnak adja, és én is azt érzem, inkább megmondom őszintén, amellett, hogy hát tudják rólam, hogy francia fan vagyok, hogy a Bayern behúzza ezt a mérkőzést. Két olyan meccs következik, amely élet-halál harcot fog hozni. Milán Real Madrid. Nem is mondok többet. Igen, tényleg 3 esély. Én mégis a Milániakra szavaznék, hogy megnyerik ezt a mérkőzést. Bár majd vissza akar vágni biztos a Real Madrid, de én milánói sikert gondolnék. Hát ugye 6-6 ponttal áll mindkét csapat, tényleg élet-halál meccs. Mint ahogy, megint francia érdekelség, Lyon-Liverpool. A Liverpool számára élet-halál ez a... Így van, a Liverpoolnak nagyon kéne a pontok. 3 ennek... kikaptak most bajnoki. Ennek ellenére én megint úgy érzem, hogy a lyoniak ezt megnyerik ezt a mérkőzést, és akkor ők nyerik, és akkor bejutottak már a csoportba. Ez a Debrecen csoportja. Géza, elszaladt az időnk. Nagyon szerencsés játékot kívánok neked, és köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is a meghívást, és remélem, hogy a játékos kedvű nézőknek tudtam segíteni ötleteimmel, és mindenkinek jó játékot kívánok. Viszontlátásra! A betethome.com is szerencsés játékot kíván önöknek, ne felejtjék, csütörtök este ismét találkozunk ezzel a műsorral, viszontlátásra! Betethome.com. Sportfogadások, kaszinó és póker. Fogadjon velünk! Játék az élet!